Nos, srácok, akkor üdv újra itt a Duke Nukem Duke It Out in DC 6. videójánál ezúttal. Belecsapunk a lecsóba. Az a helyzet, hogy ezt a pályát már úgy ismerem, hogy mégis hogy kell megoldani. Mellé, barátocskám. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy menet közben nem vétek olyan hibát, ami akár halálos is lehet. Az a helyzet, hogy Duke Nukem játékban nem igazán érdemes kapkodni. Nem igazán érdemes kapkodni, főleg az ilyen ellenfelek miatt. Hello, jó ét. Kell még némi lőszer a sörétesbe. És megvárom a következő metrót, ugyanis meg kell szereznem a kijutáshoz szükséges kulcsokat. És már mind a kettőt tudom, hogy hol van. Gyerünk, menjünk. Legalábbis, ha jól emlékszem, akkor... Hát... tudnom kéne... Oh. Nagyon mellé lőttem. Takarodjatok már, hát nem igaz. Ez most borzalmasabban megy ez a kör, mint ahogy kellene neki. Igen, itt van egy devastator. Illetve... ezen az oldalon be tudok menni oda, csak előbb érdemes életerővel feltankolnom magam. Hogy? És most kell figyelnem magamra, mert itt lesznek csodálatos ellenfelek. Mondjuk azt minden körben el lehet játszani, hogy az egyben maradt tojásokat szétrugni. Tűzbe belesétálni természetesen, mert miért ne? És ott van a kék kulcskártyánk, ami kelleni fog. És most triggereltem valamit, ahogy hallottátok. Egy. Még egynek kell lennie. De borzalmasan megy most. Jó. Ezt csizmával kell eredetileg megoldani, de így gyorsabb volt amúgy. Na most pedig felszállás a metróra. És tűnjünk innen tovább. Egyébként nem egy nagy kiterjedelmű pályáról van szó, de nem figyeltek oda, akkor egy kicsit el lehet tévedni. Az a helyzet, hogy most visszajutunk az eredeti helyre. Kérdés, hogy nem a másik irányba kellene elmennem a másik metróval, de furcsán mozognak itt a dolgok. Ja, dehogy nem. Megy még egy kört, és a másik metróra kell felszállnom. Ami igazából most ment el, de nem baj, majd megérkezik mindjárt. Mindjárt megérkezik, mondom. Itt egy élettöltő, hogyha gondom lenne, és már jön is a metró. Remek. Pozitívum, amit mondhatok, az igazából az, hogy a zene az rohadt jó, ki kell szállnom. Kettő. Egy meg meglőtt. És nem is dobta el a fegyverét, nekem pedig rohadt kevés a sörétes lőszerem most per pillanat. Jó ét. Na, itt igazából...
Vagy csináljuk az előző megoldást, vagy ha jól emlékszem, akkor ennek a túloldalán valahol van egy extra kis dolog, ott pedig a kijárat. De igazából itt végig tudok ugrálni protective boots nélkül is. Ó, oh. Könyörgöm, ezt ne csinálnád. Ó, oh, nem oké. Okay. Nagyon nem oké. Okay. Jó. Itt akkor megyek most egy kört a biztonság kedvéért. Hát, ha olyan helyre tévedek, amit kihagytam. Ott is van, látjátok, ott a protective boots, amire szükségem lenne. Meg itt a kék kulcskártyának megfelelő ajtó is. Jó. Ezt most valahogy ügyesen kellene megoldanom. Takarodjál vissza. Remélem nincs belőle több itt. Ezt még nem nyitom ki. Valahol itt el van bújva egy malacka. És az előző körben is megszivatott, mert fogalmam nincs, hogy igazából hol rejtőzködött el. Tudjátok mit? Magamra hívom a figyelmet. Így, és széttaposom őket. És valahol még, mint ahogy mondtam, rajta kívül még valahol kell lenni itt egy malackának. De ahogy nézem, fogalmam sincs, hogy hová rejtették el, úgyhogy én nem szórakozok azzal, hogy keresem addig, amíg bezúz esetleg. Hanem ezt kinyitom. Oda pörkölök egyet, és ezt is letaposom. Jó. Most mivel megvan a piros kulcskártya, van egy olyan problémánk, hogy aha, erről megfeledkeztem mondjuk. Itt pedig most úgy kell visszaszaladnunk, mivel nincs nálam egyéb holmi. Nem, ez még hülyeség lenne. Egyszerűen csak visszamegyek az állomásra, és a lyukon, amin bejöttem, szépen kimászom. Hát, ezt eltaposták. Tűnjünk innen, ez az. És lassan az lesz egyébként, hogy a pálya végén mentek egyet, mert az előző körben nagyon megszivattam magam. De hol állunk meg? Itt állunk meg, jól van. Az a bajom igazából, hogy most fogalmam sincs, hogy merre kell menni. Nem tudom, ez az oldal. Aha. Itt a repedésem. Ó! Oh. Ez majdnem elcsapott. Ja, itt a repedésem. De éppen olyan idegesítő bemenni rajta, mint kijönni. Oké, okay, megvan a piros kulcsunk, úgyhogy húzzunk innen. Ah, hello! Nesze neked. Igazából. És igaz, hogy itt az exit, de itt van egy kis meglepetés a pálya végén, szóval mielőtt kilépnék oda, hogy ne kelljen előről kezdenem a pályát szépen erre. Mentek egyet. És lássuk csak. Devastator. Tökéletes. Ennek annyi. Van még egy? Nincs. Hanem ezúttal most úgy nézem, hogy egy gyúk jellel lesz befejezve a pálya.
Jó. Ment ez volna mentés nélkül is ezek szerint, de jól van. A biztonság mindenek előtt, úgy nézem, megint csatorna lesz a téma. Na srácok, 11 perc alatt befejeztük a Metro Mayhem nevezeti pályát, ami azt jelenti, hogy most akkor belenézünk a következőbe, meg ilyen Brownwater. És még nem akarok úszni. Tehát a Brownwater nevezeti pályával fogjuk folytatni. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi fog itt várni engem. Remélem, hogy nem fogok szívni vele úgy, mint legutóbb. De egyelőre ennyi legyen, srácok, nem sokára folytatjuk. Ha tetszett a videó, tudjátok a dolgotokat. Addig viszont legyetek jók. Sziasztok!